Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Új utasterminállal bővül a debreceni repülőtér. A régió gazdasági fejlődésének köszönhetően jelentősen nőhet a nemzetközi forgalom, ezt pedig a fogadóépületnek is kell tudni kezelni. De mit mutatnak a mostani forgalmi adatok? Hogyan befolyásolta a repülést a pandémia? Mennyire népszerűek az újraindított járatok? Az idei év kihívásairól, eredményeiről és a további tervekről is beszélgetünk Vajda Jánossal, a Debrecen International Airport Kft. Ügyvezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük egy friss eseménnyel. Hétfőn ugye történt egy nem várt esemény, nem tudták fogadni a párizsi járatot, és Budapestre kellett irányítani a repülőgépet. Mi történt pontosan? Egy alapvető tény az, hogy a Debrecen Nemzetközi Repülőtere egy futópályával rendelkezik, ami ugye egy folyamatos üzemszerű karbantartáson esik át az év minden napján szinte. Ugye a kollégáink gyakorlatilag minden légijármű forgalom előtt alaposan szemügyre veszik a pályát, annak érdekében, hogy ugye ilyen sérülések, amik most is keletkeztek, ugye ezek maradványait, esetleg egy-egy kitörést, ugye ne okozzon nagyobb katasztrófát egy-egy leszállásnál. Ez történt igazából most is. Ugye a havas időszakra jellemző, hogy a futópályát ugye folyamatosan karbantartani kell, sózni kell, a havat le kell róla fújni. Nyilván ugye ez egy teljesen standard folyamat, melynek köszönhetően ezek a javított rétegek ugye néha gyakorlatilag elengednek, hogy úgy fogalmazzak. Igazából ez a fagyás és az olvadás ugye kölcsönhatásának a következményeképpen történnek meg. És ez történt most is a párizsi járat előtt, tehát a kollégám az üzemszerűen ellenőrizte a futópályát és észrevette ezt a sérülést. Nyilván ugye ilyenkor a légiközlekedés biztonsági igazgató és én közösen hozunk egy döntést, amelynek értelmében most arra jutottunk, hogy ugye tekintettel arra, ha az utasok biztonsága a legfontosabb, hogy ezt a járatot gyakorlatilag Budapestre küldjük. A járat ugye a légtér közelében sem volt még, tehát ugye alapvetően az utasoknak ugyan nyilván ez egy kellemetlen plusz 2 órás utazás jelentett, ugyanakkor azt gondolom, hogy a biztonságért cserében ez az idő ez mindenképpen beáldozható. Mi ugye a karbantartási ütemünknek megfelelően gyakorlatilag 3 órán belül elhárítottuk a hibát, és természetesen a esti Londonra már teljes harckészültségbe álltunk. És akkor gondolom alaposan ellenőrizték is, tehát nem várható hasonló esemény a következő időszakban. Hogy ugye a futópályával igazából ugye ebben az időszakban mi történik, azt nem lehet előre megjósolni. Én azért tudok garanciát vállalni, hogy minden leszállás és felszállás előtt mi a lehető legnagyobb alapossággal járunk el, pontosan annak érdekében, hogy egy-egy ilyen kitörésből vagy hézagrepedésből ne legyen katasztrófa. Tehát ugye mi végezzük a dolgunkat, azonban nyilván a természet vagy az időjárás mostani arcához kell igazodjunk, tehát tényleg azt tudom garantálni, hogy a lehető legnagyobb alapossággal járunk el. És hogyha az egész évet nézzük, hát azt gondolom a mostani év értékelésnél, mint hogyha egy ketté szakadna az év. Ugye az év első hónapjaiban szinte nem is jártak a járatok, aztán pedig ugye új desztinációk is voltak, természetesen júniusban a Wizz Air újraindította a debreceni bázisát. Hogyan értékeli ezt az évet? Nem volt kihívásoktól mentes. Igen, egyetértek önnel, a kettősség az abszolút jellemezte ezt az évünket. Ugye az év első felében gyakorlatilag azokat a légjárműveket parkoltattuk, amelyek hál' Istennek most már szolgálatban járják az égboltot. Arra fókuszáltunk igazából, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal őrizzük meg ezeknek a légjárműveknek az állékonyságát, hogy az újraindulás problémamentes legyen. Ezt igazából sikerült is elérni. Én azt gondolom egyébként, hogy tudatosan készültünk arra az időszakra, amikor ugye 6. hótól igazából el fog indulni a forgalmunk, és nem is okozott csalódást ugye az első időszak utas forgalmi mutatói, hiszen a charter desztinációk mondhatom, hogy teltházzal mentek, tehát azt az információt kaptuk az utazási irodáktól is, hogy igazából nem lett volna annyi gép, amit ne tudtunk volna, légijármű, amit ne tudtunk volna utasokkal megtölteni, tehát a charter időszak az abszolút hozta a 19-es számokat, 2-vel kevesebb ugyan, mert sajnos volt olyan utazási iroda, aki ugye
nem élte túl, úgymond az első-második hullámot, és sajnos nem tudta elintani a bulgáriai desztinációt. De akik tőlünk repültek, azok nagy megelégedésünkre, meg közös megelégedésünkre mondták, hogy gyakorlatilag jól sikerült az év, és ezt nyilván szeretnénk jövőre is folytatni. És valóban ugye a Wizz Air visszaindította, vagy visszaépítette az egyik bázisgépét, ami ugye 6 helyenként 7 desztinációt vagy célállomást jelentett ugye a Debrecenből elérhető városok tekintetében. Ezeknek a járatoknak hogyan alakult a telítettsége? Alapvetően az indulástól rendben voltak ugye a számok, nem volt olyan járat, ami ugye 80% alatt lett volna. A Wizz Air is ugye idén repült egy görög szigetet, annak a töltöttsége is rendben volt. Egyébként ugye a stabil városaink, Eindhoven, Párizs, London, az mondhatni végig telt házzal ment. És ugye nyilván ahogy ugye az oltások, vagy a két ország közötti kapcsolatok engedték, ugye folyamatosan nyitottunk újra Tel Aviv irányába, átmenetileg működőképes volt. Nagyon szeretnénk, hogyha újra lehetne majd arról beszélni, hogy megfelelőek már a pandémiás adatok ugye ezeknél az országoknál, és is fogadják ugye adott esetben a magyarokat, vagy engedik utazni az izraeli állampolgárokat hozzánk. Hiszek benne, hogy az első perctől fogva jól fognak alakulni a számok. Ugye Moszkva szerintem egy nagyon hiányzó desztináció volt. Nekem örömteli látni, hogy 160-170 ember érkezik hozzánk, jellemzően Moszkvából érkeznek ide hozzánk. Nagyon szeretik a debreceni repülőteret, adott esetben 1-2-3 nap itt töltött idő után mennek tovább Párizsba, Londonban. Ez egy jól működő desztináció, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a hullám úgymond nem törik már meg, és adott esetben jövő tavasszal még több járattal fogunk tudni jelentkezni. A moszkvai ugye egy régi új járat, viszont vadonatúj desztináció volt Kijev, ennek milyenek a mutatói? Alapvetően a Kijevtől azt vártuk, ugye volt egy pályázat, ami ugye újraindulásokat támogatott a Debrecen International Airport Kft. Kiírásából, és ugye a tulajdonos, illetve a légitársaság fantáziát látott a Kijevben, nyilván ez az elején sok esetben nem hoz azonnali teltházakat, viszont ugye az elemzéseink alapján azokat a számokat, ami egy vadonatúj épülő desztináció igényel, utasszámokat, azokat tudjuk produkálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy folytatjuk. Hát akkor szépen lassan úgy látom, hogy épülnek vissza azok a számok, amiket kitűztek ugye még a pandémia előtt, és ez egy új fejlesztéssel is jár ugye az új utasforgalmi terminállal. Mindjárt a nézők is láthatnak majd látványterveket, nemrégen mutatták be az elsődleges látványterveket. Mi indokolja a fejlesztés? Hogyan látják a jövőt? Mire számítanak? Én úgy gondolom, hogy ugye 2019-re érdemes egy picikét pár szóba visszakanyarodni, amikor ugye pontosabban 2018 évvégére, amikor ugye Debrecen megyei jogú város a többségi tulajdon szerzett a üzemeltető Kft.-ben. Ekkor már egyébként abban az irányban kezdtünk el gondolkodni, hogy szükség van a fejlesztésre. Ez ugye nyilván a jelenlegi infrastruktúra életkorából is adódik, valamint abból, hogy nyilván ugye a városba betelepülő multik által kiváltott igénynek is eleget tudjon tenni a üzemeltető, valamint ugye azt, amit 19-ben is bizonyított, hogy regionális szinten Nagyvárad, Kassa előtt tudtunk végezni utasforgalom tekintetében. Jelentős előnnyel zártuk ugye a két legközelebbi repülőtér utasszámaihoz képest az évet. Ezt mindenféleképpen szeretnénk stabilan évtizedekre bebiztosítani. Ennek volt egy feltétele az, hogy gyakorlatilag a fejlesztésen gondolkodjunk. Nyilván ez egy nagyon komplex feladat, mert azon kívül, hogy ugye talán az ékszerdoboz, a terminál, mint olyan meg fog jelenni ugye majd a fejlesztési folyamataink végén, azon kívül azért nem szabad elfelejteni, hogy General Aviation, tehát kisgépes terminált szeretnénk építeni, amit ugye az üzlet kíván, valamint az üzemeltető szempontjából talán a két-három legfontosabb elem, mint futópálya, gurulóút és forgalmi előtér is gyakorlatilag teljesen új helyen.
teljesen új funkciókat és még nagyobb kapacitásokat tud majd kiszolgálni. Milyen részleteket lehet elárulni egyébként az új termináról? Hogyan fog majd kinézni, milyen funkciókkal rendelkezik? Egyáltalán mi a mai elvárás így a 21. században egy terminál épületre vonatkozóan? Van egy tendencia, amit ugye nyilván a szakma folyamatosan követ, ugye ezeket azért nagy nemzetközi fórumokon tudjuk évközben, évvégén értékelőkből, közös workshopokból, vagy szakmai konferenciákból kiszedni. Hát mondhatom, hogy a 19-es év után ugye a Covid világjárvány okozta kihívások, azért egy picikét átrajzolták ugye a térképet, de azért annak örülök, hogy mi folyamatosan az afelé mentünk, hogy egy nagyon kompakt és nagyon kényelmes repülőteret tudjunk majd ugye a jövőben az utasok rendelkezésére bocsájtani. Gondolok itt arra igazából, hogy az a fajta varázsa, ami megvan a repülőtérnek, hogy borzasztó gyorsan el lehet jutni a parkolótól ugye a beszállókapuig, onnan pedig a légijárművig, ezt mindenképpen szerettük volna megőrizni. Ugye ez akkor lehetséges, hogyha nem grandiózus épületegyüttes komplexumba gondolkodunk, hanem igazából egy olyan komplexumot alkotunk, ami ezt a fajta hatékonyságot és gyorsaságot lehetővé teszi, úgy, hogy egyébként nyilván a megfelelő szolgáltatásokat, gondolok itt a vásárlási lehetőségre, a feltöltődési lehetőségre, azokat ugye mindenképpen tudjuk adni az utasok számára. Tehát látszik az, hogy itt a sebesség gyakorlatilag a legfontosabb. Természetesen ugye nekünk regionális repülőtérként nagyon oda kell figyelni a költséghatékonyságra is, hiszen egy 15-16 milliós utasforgalomba bíró repülőtér nyilván egy teljesen más bevétellel rendelkezik, teljesen más utazási szokásokat szolgál ki. Nekünk ugye versenyben kell maradnunk, és ugye a regionális repülőterekre jellemző egyébként világszerte, hogy csak akkor tudnak jól működni, hogyha ha jól választják ki a fejlesztési táblatokat, ehhez igazítják ugye a költségvetést, és hát természetesen azokat a biztonsági előírásokat is a legmagasabb szinten betartják, mint amit ugye egy 15-16 milliós repülőtérnek is be kell tartani. Tehát ebből a csomagból, hogy ezeknek a kritériumoknak az összességét kellett most ugye itt egy tervezőnek látványba foglalni és lerakni ugye egy látványtervet, ami én azt gondolom, hogy sikerült. Tehát amit mi kiírtunk tervezési szempontokat, amiről az előbb beszéltem, azokat a tervező meg tudta jeleníteni, és azt gondolom, hogy egy hosszú távra megfelelő és legmagasabb szinten működő repülőteret. Nyilván ez a látható komplexitás, ez egy hosszú távú, így van, egy több éves fejlesztési folyamatot igényel. Az utasok mikor vehetik körülbelül birtokban majd az új terminál épületet? Vagy hogyan lesz az ütemezés? Ugye van nekünk már erre egy mátrixunk, vagy van egy elképzelésünk arra azzal kapcsolatban, hogy ugye hogyan fogunk tovább lépni. Egy biztos, ugye a következő időszakban a nyertes tervezővel a tulajdonos, illetve az üzemeltető le fog ülni, és ugye megtárgyalják azt, hogy hogyan tovább. Ugye a előre megnyert, tehát már az idei évben megnyert notifikációs, lenotifikáltatott, a bizottság által jóváhagyott forrásnak egy része ugye a futópályának a tervezéséről szól. Ezt mindenképpen el fogjuk kezdeni a jövő évben, és ugye menni fogunk további, tehát a kormányhatározat után pedig nyilván újra el kell mennünk Brüsszelbe, ugye, hogy jóvá hagyassuk a fejlesztési terveinket, és ezt követően indulhat be a kivitelezési fázis. Én azt gondolom, hogy jövő év az markásan a tervezésről fog szólni, és hát adott esetben egy következő év értékelő már lehet, hogy tudunk majd részleteket is elárulni. Feladat van bőven, sok sikert kívánok a tervezés megvalósításához. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is.